Hivatalos adatok szerint idén eddig több mint 4000, csak ebben a hónapban 2000 ember próbált illegálisan bejutni Lengyelországba, amely a menedékkérők új uniós célpontja. A legtöbb migráns Irakból és Szíriából, valamint Afganisztánból érkezik, mint ezek a menekültek, akik a lengyel-fehér-orosz határnál ragadtak, amelyet mindkét oldalon fegyveres erők őriznek. Ez a férfi angolul azt mondja, szeretné kérni a nemzetközi szervezeteket, az ENSZ-t és az Európai Uniót is, hogy védjék meg őket. A lengyel hatóságok nem hallgatnak a követelésekre, ehelyett szöges drótkerítés építésébe kezdtek, és katonákat küldtek a határra, amit ideiglenesen legalizáltak. Egy jogvédő szervezet aktivistája és tolmácsa melegét elvitt a menedékkérőknek, illetve olyan dokumentumokat mutatott be, amelyek lehetővé teszik lengyel ügyvédek számára, hogy képviseljék őket. A határőrség azt mondta, hogy ma haza kell térniük, mi pedig ügyvédi felhatalmazást hoztunk. Megadták az adataikat, így megpróbálhatunk jogi úton segítséget nyújtani nekik, mondta az aktivista. Az ombudsmani hivatal munkatársa szerint törvénybe ütközik, hogy nem engedik a menedékkérők számára, hogy nemzetközi védelmet igényeljenek, és aggódik a bejelentett lengyel törvényi változások miatt is, amelyek büntetendővé tennék az illegális határátlépést, illetve megnehezítenék, hogy a migránsok menedéket kérhessenek. Egy ilyen változtatás az ombudsman véleménye szerint teljesen ellentétes a Genfi egyezménnyel és az Európai Unió szabályozásával is, melyek szerint minden külföldi jogosult menekültügyi eljárásra. Ugyanez áll az érvényben lévő lengyel alkotmányban is, mondta a szakember. A kormány a jogszabályok módosításán dolgozik, a közigazgatási minisztérium helyettes államtitkára emellett európai megvilágításba helyezi a határvédelem fontosságát. Azt tervezzük, hogy javítunk bizonyos eljárásokon, ami felgyorsíthatja a menekült kérelmek feldolgozását. Ez a válaszunk a határon jelenleg zajló eseményekre. Tagállamként viszont teljesítenünk kell uniós kötelezettségeinket, azaz meg kell védenünk a lengyel és az uniós határokat. Litván szomszédaink ugyanezt teszik, mint ahogy a lettek is, mondja a helyettes államtitkár. A lengyel-belarusz határon még nincs ele a tervezett változásoknak. A migránsokat visszaszorítják, és tervben van egy nagyobb kerítés. Ennek eredményeként még több menekült rekedhet a határon, akik kevés segítségre számíthatnak. Jogi és humanitárius patthelyzet alakult ki, összegez helyszíni tudósítónk.